Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu, illetve yahooaútja.hu weboldalakon, illetve YouTube csatornákon ezúttal. Váradi Attila lesz a beszélgető partnerem, bizonyára emlékeztek Attilára, már meghívtam korábban is, és ismét volt olyan kedves és kötélnek állt, úgyhogy ezúttal hagyom, hogy elmagyarázza, mi lesz a téma pontosabban. Előjáróban még annyit, hogy a videó teljességében megtekinthetitek a weboldalainkon, a YouTube-on, illetve az egyéb közösségi média oldalakon egy részletét fogom csak közzétenni, de át is adom a szót Attilának ezzel a lendülettel. Üdvözöllek, Attila! Szervusz, Roland! Köszönöm a meghívást, és sziasztok! Attila vagyok Isten királyságából, ahol is ugye a messiás, a mindenek felett örökké állandó Isten. Ámen! És hát igazából a téma, Rolanddal úgy egyeztünk meg, hogy beszélgessünk kicsit erről az új teremtésről, hogy milyen változást hozott el az új szövetségi hitélet, vagy az Istennek ez a fajta szövetsége. Így a hívő emberek életében milyen új lehetőségek vannak, ami mondjuk nem adattak még meg a régiben. Meg hogy Jézus mit hozott el nekünk, ugye a királysággal. Tudjátok, hogy Jézus nem kereszténységet hirdetett, gondolom ezzel egyetértünk, Roland, ugye? Igen, hanem, persze. Hanem ő egy királyságot hirdetett, ugye mindig is ez volt neki az üzenete, hogy térjetek meg, mert betelt az idő, ugye elközelített, és nem a kereszténység, vagy nem bármilyen vallás felekezett, hanem az Isten országa, vagy precízebben mondva Isten királysága. És akkor itt igazából ugye sok tévelygés van, hogy majd egyszer bejutok a mennybe, vagy a pokolra jutok, és közben ugye teljesen nem erről is van szó, de nem ez a lényeg, hanem milyen az, amikor Isten királysága kerül be a szívedbe. És ami téma lenne, az az új teremtés szerintem. Ugye, Roland, hogy... Így van, abban maradtunk, milyen, hogy az új teremtés az. Az új teremtésnek a dolgairól beszélgessünk. Uh-huh. Na most én imádkoztam, ez kicsit személyes, tehát imádkoztam, és így úgy érzem, az Úr azt mondta, hogy Attila, ne készüljél, majd az atyátok szelleme bennetek fog beszélni. Tehát, hogy így nem is tudnék erre fölkészülni. Gondoljatok be, hogy a kegyelemről nem is lehet máshogy beszélgetni, csak úgy, hogy kegyelemből, nem? Talán ismeritek azt az igét, Roland, te is ismered, ugye, hogy kegyelmet kapunk kegyelemre, ugye, a János 1.14, ha jól tudom, vagy segíts majd ki. Lehet, hogy majd én foglak megkérni néha, hogy segíts ki. Jó, utána nézek, hogy hol van eddig. És akkor közösen beszélgessünk. Tehát a kegyelmet azt nem is lehet máshogy átadni szerintem, mint úgy, hogy... Most mondok egy példát, hogy nem tudom, Roland, te szoktál-e szörfözni? Nem, vagy volt, a szörf vagy vitorlázni, nem. Vagy bármilyen vitorlás, hogy... Ugye a szörfözés az úgy működik, hogy ez egy tök jó példa, hogy amikor kint vagy egy tavon, vagy egy vizen, és akkor ott rángathatod a vitorlát, meg fújhatod, meg mindent csinálhatsz vele, hogyha nincs ugye hátszél hozzá, vagy oldalszél. Sőt, igazából nem is a hátszél a legjobb egy vitorlázáshoz, hanem oldalszél. Tehát picit oldalról jön, ugye megcsapja a vitorlát, és lepattan a szél róla, és itt tolja az egész hajótestet, vagy a szörfdeszkát. Tehát én ezt csak azért hoztam, ezt az analógiát, hogy hiszem, hogy a kegyelemről se lehet kegyelem nélkül beszélni, mert tehát ismerem a saját, hogy mondjam, gyengéimet. Én hajlamos vagyok arra, hogy bestresszeljek, ideges legyek, kontrolljak, és sokkal jobb, hogyha menet közben ugye jönnek a gondolatok majd, és akkor szépen szeretetben, békességben átbeszéljük a dolgokat. Mindannyiunk épülésére. Mit szólsz hozzá, Roland? Szuper, benne vagyok. Tehát, hogy akkor egyenrangú partner, és lehet, hogy te fogsz majd nekem segíteni. Tehát, hogy ne ilyen vitatkozás legyen, ilyen csetepati árokásás, hanem ugye, segítsük ki egymást. Nézzük, na mire gondoltál, amikor az új teremtésről volt szó? Mi a te elképzelésed ezzel kapcsolatban? Hát, jó, végül is ez, ugye tömören az evangélium az, nem, hogy van egy rakás bűnös ember a Földön, ugye nem tudunk jók lenni, tehát ugye az Izraelnek az egész történelme is erről szólt, meg a pogányoknál is ugye így van, bár benne van a szívükben a törvény, és akkor valamennyire betartják, de én a saját, hogy mondjam,
tapasztalatomból tudom, hogy amikor jó akartam lenni, akkor nem tudtam jó lenni, vagy mindig elrontottam. Kicsit úgy, ahogy Pál apostol is mondja, hogy a törvény az, törvényt kihasználja a bűn, tudod. És akkor minél inkább meg akarod saját erőből tartani a törvényt, annál inkább a bűn is jobban neki feszül ennek az egész játéknak, és nem tudok jó lenni. Én amúgy a hitet, én tehát ateista voltam 18 évig, és aztán amikor így elkezdtem keresgélni ezt az egész istenes dolgot, akkor először ilyen reformátusoknál kötöttem ki. Ez nem azt jelenti, hogy református voltam, csak egy barátom oda vitt el, és akkor ott ugye kaptuk a 10 parancsolatot, meg mindent, meg az Isten ugye szigorát, és először úgy kezdtem el, hogy így kicsit azt mondtam, hogy olvastam a Bibliát, és akkor ti miért nem úgy csináljátok, hogy a Biblia le van írva, és aztán az Úr megfedett engem is, hogy hát Attila, te se csinálod jól, és akkor ugye már hirdették ugye Jézus meg a keresztet, tehát hogy Krisztus meghalt, vagy messiás, hogyha ugye így fogalmazunk, tehát zsidósabban messiásnak hívjuk, ugye, tehát fölkent, Jesua, vagy Jasua a messiás, és tehát ő ugye meghalt a kereszten, csak én ezt soha nem értettem, hogy oké, tök jó valamit ott csinált, tök szuper, de igazából itt vannak ezek a jó kis parancsok, tartsuk meg, aztán persze mindig elbuktam. És aztán volt egy pont, amikor totál elbuktam egy bűnben, és pedig valamire nagyon rábőjtöltem, hogy de jó lenne egy áttörés, elbuktam egy bűnben, és akkor vártam az Istent, hogy na, biztos most fog jó megbüntetni, tudod. És akkor nyitotta meg az ajtót. És akkor így elsírtam magam, hogy ezt most nem értem, hát most, amikor a legbénább vagyok, legrosszabb vagyok, miért pont most áldasz meg, Uram, tudod? És akkor jött ez a dal, hogy nem érthetem meg Isten igazi nagyságát, nem érdemlem meg Isten kegyelmét, jóságát. Nem érthetem meg, nem érdemlem meg. Hát én tudom, hogy önmagamban nem tudnék jó lenni, és lehet, hogy a videóimban így szigorúan prédikálok meg minden, de ugye azt csak azért teszem, mint egy ugye angolul heraldnak hívják. Ugye a herald az azt jelenti, hogy nagykövet, tehát aki bejelent egy információt, igaz? Hogy kérdeznék gyerek, egyet is. Attila közben. Igen, nyugodtan állíts meg, persze. Az a kérdés ugye ezzel az új teremtés, meg a múltkor is ez volt a különbség, illetve úgy gondolom, hogy maga, persze értem, hogy elzárkózol attól, hogy kereszténynek hívjanak, azonban végül is azt el kell ismernünk, hogy a tanítás maga az egyezik, legalábbis ebben a törvényt illetően azzal, amit a kereszténység vall, az pedig, hogy a törvényt az ember nem tudja megtartani, és nem is kell, legalábbis én úgy veszem ki a szavaidból, hanem mivel már mi kegyelem alatt vagyunk, ezért a kegyelem úgy tűnik, hogy minden bűnt elfedez múlt, jelen és jövő időre vonatkozóan is, legalábbis én úgy veszem ki a szavaidból. És ez az, ahol eltér a véleményünk, nem csak a tieddel, hanem szinte mindenki máséval. Én úgy gondolom, hogy a törvényt nem csak, hogy meg kell tartani, de meg is lehet tartani. Nem azt ért, persze szükséges ehhez az atya segítsége és az ő lelkének vagy ruhájának vezetése, de a törvényt meg lehet tartani, és nem lehet megtartani másként, csak akkor, hogyha én meg akarom tartani. És itt van a probléma, hogyha valaki azt mondja, mintha azt vettem volna ki a szavaidból, hogy nem lehet megtartani, akkor persze, hogy nem fogom tudni. Viszont nem adna olyan terhet, amit az ember nem tud elcipelni, szóval nem adhat olyan törvényt, amit nem lehet megtartani, tehát az ő segítségével meg lehet tartani ezt a törvényt. És én azt próbálom elmagyarázni mindenkinek, hogy meg is kell tartani. Jól értem, hogy ez a különbség a kettőnk véleménye között? Részben igen. Mi a véleményed erről? Én sem azt... Részben ugye, tehát én nem azt mondom, hogy nem kell megtartani a törvényt, hanem ugye, tehát én mivel ugye Jézust képviselem, ezért nekem ugye úgy kell prédikálni, hogy ugye Jézus prédikál. Tehát Jézus úgy prédikálta a törvényt, ha emlékszel ugye a hegyi beszédre, hogy semmi gond, tartsuk meg a törvényt, de akkor legyen a mi igazságunk ugye nagyobb, mint a farizeusoké,
ugye akik pedig azért elég pöpecűbe tartották a törvényt, szerintem lehetett nagyon kifogás ellenük. De Jézus ugye tudott, hogy főjebb emelte a lécet, hogy mit tudom én, nem elég az, hogy mondjuk nem paráználkodsz, hanem elég, ha ránézel egy nőre, igaz, már azzal elkövetted. Vagy elég, hogyha gondolatban, vagy ugye szó van kimondott, hogy a másik, hogy bolond, ugye? És akkor már meg is ölted. Tehát kőkeményen fölvitte a lécet, azt hiszem talán tudsz te még néhányat, ugye ott a hegyi beszédből. Hogyne. Tehát, hogy kőkeményen fölvitte a lécet. És bennem folyamatosan az volt, hogy ha a törvényről beszélgessünk, akkor ugye Jézus ezt két nagy parancsolatban összefoglalta, ha emlékszel, hogy ugye szeresd az Urat, a te Istenedet ugye teljes szívedből, lelkedből, erődből, mindenedből, és szeresd a te fele barátodat, mint magadat, mert ugye ez az egész törvény, és ez az egész próféták. Tehát ugye summa summarum, vagy ha még egyszerűbben össze lehet foglalni, ugye az a nagy királyi törvény, ha jól fogalmazom meg, de bármikor nyugodtan javíts ki. Nem. Hogy, tehát, hogy amit szeretnéd, hogy veled tegyenek, azt tette is a másikkal. Igaz? Mert a törvény betöltése a szeretet. Tehát a törvény betöltése a szeretet. És szóljál rám, hogyha sokat beszélek, mert ugye nem, talán annyit, hogy ez nem vált, tehát ez nem egy változás volt a törvényben, hogy a törvény mostantól a szeretet lett, ez mindig is így volt, hogyha visszaemlékszel a híres idézetre, halld Izrael, az Úr, fogalmazzunk úgy, Jehuva, mi Elohimünk, Jehuva egy, és szeresd azért Jehuva teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Ami azt jelenti, hogy ő mindig is erre a szeretetre vágyott, és soha nem, ez nem változott meg az idők során. A probléma az volt a farizeusokkal, hogy arra koncentráltak, hogy hogy néz ki ez kívülről, amit ők csinálnak. Nem pedig, nem volt benne az az igazi szeretet sem az atya, sem pedig fele barátaik iránt. Szóval a probléma nem az volt velük, hogy meg akarták tartani a törvényt is, és csak arra koncentráltak, hanem az, hogy hiányzott belőle a szeretet. A probléma soha nem az, hogy valaki meg akarja tartani a törvényt, hanem inkább az, hogy ha nem, és ez mindig is a szeretet volt, ami vezérelte az egész törvényt. Sőt, olyannyira, hogyha, és egy idézetet akarok felolvasni, csak két vers, Mózes 5-ös könyve 10. Most pedig, ó Izrael, mit kíván Jehuva, te Elohimed tőled? Csak azt, hogy féljed Jehuvát, a te Elohimedet, hogy minden ő utain jár, és szeresd őt, és tiszteld Jehuvát, a te Elohimedet teljes szívedből, teljes lelkedből, megtartván Jehuvának parancsolatait és rendeléseit, amelyeket én ma parancsolok neked, hogy jól legyen dolgod. Amit tehát mondok, az az, hogy a szeretet maga az, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Ráadásul erre, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, és ezzel átadom a szót, de ez János első levelében is előjön ez a gondolat, mégpedig, ha jól gondolom, akkor a második fejezetben, aki azt mondja, hogy ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, az hazug, és nincs meg abban az igazság. Szóval mind az Ószövetség, mind az Újszövetség egyetért abban, hogy a parancsolatok megtartása a szeretet. Így van, ámen. Na, a különbség kettőnk között ott lesz, hogy szövetségekbe gondolkodunk. Ugye egy picit már említettem az előző videóban, ugye két mobiltelefontársaságos szerződést, emlékszel erre? Rémlik hogy ugye, valami. Ugye te is szuperül megfogalmaztad, hogy hald, ki volt a megcímzett? Ugye a törvénynél, hogy indult? Hald Izrael. Hoppá, stopp. És nagyon fontos megérteni, ugye, hogy a Bibliában van az Izrael, ugye meg a nemzetek, igaz? És lehet, hogy itt fogunk eltérni, de lehet, hogy meg tudjuk ezt beszélni, hogy ugye két szövetség van, és Isten a szövetségek Istene, ugye, hát Noénál is külön volt szövetség, ugye Dávidnak is volt külön szövetsége, hát ugye, és ugye múltkor erről beszéltem egy picit, hogy a szövetséget most nagyon pongyolán úgy lehet értelmezni, hogy szerződéseket írunk, igaz? Hogy
lehet az, hogy neked is, te is ugyanannál telefontársaságnál vagy, de te írsz egy A-féle szerződést a céggel, én meg egy B-féle, ugye más csomagban, más tarifa csomagban vagyunk, de mind a ketten ugyanannál a telefontársaságnál vagyunk. Tehát, hogy itt az a lényeg, hogy Isten kötött egy szerződést, kötött egy szövetséget, ugye a Sínai hegynél, ugye így is fogalmaz a zsidókhoz írt levél, hogy zsidók 7.11-et fogom felolvasni, jó? Tehát, ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség, ugye itt mondja, mert a nép, ugye a zsidó nép, ez alatt nyerte a törvényt. Mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint, és ne az Áró rendje szerint. Mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is. Tehát itt jön be az a dolog, ugye zsidók levél 7.11, hogy itt a papság képviseli, ugye ha megnézed, egy kacsacsőr tudunk matematikusan állítani, hogy a papság az nagyobb, mint a törvény, igaz? Mert a papság alatt jött be a törvény. Oké? Okay? Ugye Mózes és Áron ők már megvoltak, igaz? És ő alattuk jött be a törvény. De itt azt mondja, hogy itt van egy Melkisédek rendje. És hogyha megváltozik a papság, hogyha az új szövetségi nem zsidó nemzetek a Melkisédeki főpapság alatt vannak, igaz? Akkor megváltozik a törvény. Én nem azt mondom, hogy nem kell betartani Krisztus alatt Isten törvényét. Tehát egyetértek azzal veled, és sőt, én is ezt szoktam prédikálni ugye a keresztényeknek, hogy az 1 János 2.4-et idézted amúgy, hogy aki azt mondja, hogy ő benne van, de parancsait nem tartja meg, nincs meg abban az igazság. Tehát én ide szoktam tenni a kérdőjelt, hogy melyik szerződésnek a parancsait. Egy pillanatra hagy állítsalak már meg. Oké, érted? Ugye? Igen, igen, ezért is akarom, mert mielőtt eltávolodunk ettől. Értem, két dolog ezzel az új szövetséggel kapcsolatban. Ugye, ha jól értelmezem, és lehet, hogy nem, de ha jól értem, akkor azt mondod, hogy az új szövetséget, az új szövetséget Izraellel kötötte, az új szövetséget meg valaki mással. Erről van szó? Végül is, igen. Tehát nem íz, jó. És akkor ott, és ahol te felolvastad a 7-es fejezeted a héberekhez, amikor azt írja, hogy megváltozik a törvény, ez 12-es vers. Így van. Mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény. Én azt mondom, hogy ez a törvény, ami megváltozik, ez a papságot érinti. Hisz megváltozik a papság. Nem a törvény változik meg, hanem a rituális, illetve a ceremoniális törvények, ahogyan a papság működik, az változik meg. Miért gondolod ezt? Mert egyértelműen leírja a 9-es meg a 10-es fejezet később, hogy ami megváltozik, az nem a törvénynek a magja, amit úgy hívnak, hogy erkölcsi törvények, hanem a szertartás változik meg, Melkisédek rendje átveszi a lévit a papságtól, ezért is írja azt, hogy a papság megváltozásával megváltozik szükségképpen a törvény, hisz másik fajta pap fogja idézőjelbe celebrálni ezeket a rituálékat, szóval, és azért kell, hogy megváltozzon, mert nem lesz templom. Szóval kénytelen megváltoztatni, de ha megfigyeled a következő fejezetben, a 8-asban, azt mondja, hogy íme napok jönnek, ezt mondja az Úr, vagy Jehova. A számot mondja, honnan olvasod? 8-8. Oké. Okay. Uh-huh. Íme napok jönnek, ezt mondja az Úr, vagy Jehova, és az Izrael házával és a Júdának házával új szövetséget kötök. Tehát nem egy új néppel köti az új szövetséget, hanem ugyanazzal a néppel köti a szövetséget, hisz Jeremiás 31.31-ben megígérte nekik, hogy új szövetséget fog kötni. És azt mondja, hogy az én törvényemet, ami Tóra, hogyha visszamész Jeremiás 31.31-hez, akkor láthatod, hogy a törvényemet itt, ez Tóra, az én Tórámat az ő elméjükbe fogom belehelyezni, ez az elme, pedig lényegében az embernek az értelme, ahova belehelyezi. Szóval ez a két dolog, amire szeretném, hogyha valahogy reagálna. És az pedig az, hogy a papság megváltozásával megváltozik a ceremónia, hisz nem lesz templom, és másfajta módon fog az áldozás folyni. 9-es, 10-es fejezet ezt leírja itt a következőkben. Másik pedig az, hogy az új szövetséget ugyanazzal a néppel köti,
mint akivel az elsőt kötötte. Ezért hát ugyanazok a törvények maradnak. Legalábbis ami a rituálékon, illetve a ceremóniákon kívül. Igen? Ja, most reagáljak? Igen. Igen, az első apostolok is hasonlóan látták az elején, ahogy most te fogalmaztál. Ezért is volt a kalamajka ugye Péternél, ott ugye amikor a Simon Timárnál megszállt, ha emlékszel, ugye amikor ő leküldte az Úr látomásban ezt a valamilyen kendőt, igaz, és tele volt mindenféle, tehát rituálisan tisztáltan állatokkal, igaz? És azt mondta az Úr neki, hogy fogjad Péter, öld és egyél. És Péter teljesen úgy gondolkodott, hogy te, hogy hát ez a mi népünkkel van kötve ez a szövetség, mi golyokhoz nem megyünk, tehát ugye nemzetbeli nem zsidókhoz nem megyünk ki, én nem fogok a tisztátalan megérinteni, és akkor az ugye az Úr rászólt, hogy amit az Isten megtisztított, nem mond tisztátalannak, és ez a háromszor is megtörtént, és ugye akkor jöttek a római katonák, tehát vége volt a látomásnak, jöttek a katonák, és akkor el tudott képzelni, hogy Péter biztos még fogta a fejét, hogy mi a csuda folyik itt, és amikor ugye átvitték őt Kornéliuszhoz, és ő direkt vitt magával zsidókat, ugye, hogy nem akart hülyeséget sem, biztos azért vitte a zsidókat, mert ő se tudta, hogy mi van. Vitt magával atyafiakat. És ott, amikor a Kornéliuszék ott kérdezték erről az evangéliumról, mert már ő is megkapta ugye az Úrtól, hogy majd valaki fog neked beszélni erről a messiásról, akkor Péter is akkor vakarta a fejét, hogy most értettem meg, hogy Istennek a nemzetek között is kedves mindenki, aki ugye féli az ő nevét. Tehát itt történt egy kiterjesztés, ami most már szerintem nem csak a zsidókkal vonatkozik, hanem ugye mindenkire ki van ez nyitva, igaz? És amikor azt mondott, hogy Izrael és Júda házával kötök egy szövetséget, valóban ugye a messiás a zsidók közül támad. Ámen. Ez így van. Ezt hívja ugye a római levél úgy, hogy a fügefa, ugye, hogy be lesznek oltva a nem zsidó nemzetek is a fügefába. Tehát ezzel egyetértünk. Csak én azt mondom, hogy itt történt egy ilyen kibővítés. És majd kérdeznék is tőled, jó, hogy tehát ugye az én értelmezésem szerint ugye a törvényből egy otta meg egy vesző nem fog elveszni, igaz? Amíg minden beteljesedik. És nem is szabad megtörni ugye az írást. És te ugye azt állítod, hogy tehát nem tudom mire alapozod, ez tényleg besegítsél, hogy miért gondolod azt, hogy csak a ceremoniális részei lettek megváltozva a törvénynek, és miért nem az egész? Tehát ezt mi alapján mondod? Azért mondom, mert a Héberekhez 9-es, 10-es fejezet leírja, hogy ez az, ami megváltozott. És most nincs időm arra, hogy meg nem az nagyon sok időt venne igénybe. Nem, fontos lenne, hogy én is megértsem a logikádat, tudod. Időt venne igénybe. Meg akkor lehet, hogy a hallgatók is. De szerintem akkor ezt áldozzuk be, nem? Jó, nézzük meg. De figyeld meg, hogy a 10-es fejezet, ez Héberekhez 10. A Héberekhez 10-es fejezetben 16-szor mondja el, hogy az áldozatokról beszél. Mint hogy a törvényben a jövendő jónak árnyéka az első vers. Nem maga a dolgok képe van meg. Ennél fogva azokkal az áldozatokkal. Világos, figyelj, azt mondja, hogy mivel a törvényben a jövendő jóknak az árnyéka, és nem a dolgok képe van meg, ennél fogva azokkal az áldozatokkal. Szóval elmondja, hogy amire gondol, hogy a jövendő jóknak az árnyéka, az az állat áldozat. Ne, az az, ami megváltozott, hogy most már nincs állatáldozat, mert eljött a tökéletes jó, ami Jahusá Hamasiach vagy Jézusnak az áldozata, és ez, amit a törvény tükrözött akkor. Szóval nem arról van szó, hogy most már megölhetek valakit, vagy szídalmazhatom az anyámat, hanem arról beszél, hogy az áldozati rendszer az, ami megváltozott. Erről ír. És figyeld meg, hogy folytatja, tehát a törvényben a jövendő jóknak az árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szüntelenül visznek évről évre, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat. Micsoda? A törvény. Különben megszült volna az áldozás, másodjára mondja, mivel hogy az ember megtisztult, áldozók harmadik többé semmi nemű bűntudattal nem bírtak volna. Erről beszél. Hogy az áldozati rendszer változott meg. Az, amivel te elkezdted, hogy
Segíts, mi volt az a hetes fejezetben? A Melkisedek papság meg igen, az állami papság. Igen, az, hogy a papság megváltozásával szükségképpen a törvény megváltozik. A következő fejezetben azt mondja, hogy új szövetséget kötök a 8-asban, Izraellel és Júda házával, azután elmondja, hogy hogy néz ki a szent sátor a 9-esben, meg az egész rituálé, és a 10-esben leírja, amiről most beszélek, hogy az áldozat az, ami megváltozott, az áldozati rendszer. Nem a törvény változott meg maga az erkölcsi, vagy a szentség idézőjelbe törvény, hanem csak ahogyan a bűnért bocsánatot nyersz, vagy engesztelést. És aztán ez folytatódik ebben a fejezetben végestelen végig. Soha nem beszél arról, hogy megváltozott volna az, hogy mi az, ami tiszta, vagy mi az, ami tisztátalan. Nem is tudott megváltozni, hisz az öröktől fogva így van. Világos, ezért mondom azt, hogy ami megváltozott, az a ceremoniális és a rituális része, nem pedig maga a törvénynek a magja. És emlékezz arra, hogy a ceremoniál, tehát az áldozat maga, az csak a törvénynek a megszegéséért van. Szóval technikailag az nem maga a törvény. Te megszeged a törvényt, és azért kell áldozatot bemutatnod. Az már egy valami, amit hozzáadott, és erről beszél Saul egyébként, ha jól emlékszem a Galatákhoz, hogy a bűn miatt adatott az a törvény. Igen, ez is kérdezném, meg ha itt vagyunk, hogy mert pont a Galaták, ahogy mondtad ezeket a dolgokat, nekem ugye a Galatákból jött fel az, hogy a tudod, amikor Pál megfeddi Péterszen, megengedett, felolvashatom, ugye? A igen, nem tudom. A 2.14-ből, sőt, akkor legyen úgy, hogy 11-től, mert akkor ott érthetik majd a környezetet, hogy, hogy itt nagyon érdekes Pálnak ez a feddése Péter felé, ez kíváncsi lennék majd a véleményedre, hogy mikor pedig Péter Antiókiába jött, szemtől szembe ellene állottam, mivel panasz volt rá. Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, a pogányokat, ugye nem zsidó nemzetekkel, beliekkel együtt evett, mikor pedig odajöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól. És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgyhogy Barnabás szintén elcsábítatott az ő tettetésük által. De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest, mondék Péternek mindnyájuk előtt, ha te zsidó létedre, pogány módra élsz, tehát ugye nemzetbeli módra élsz, és nem zsidó módra, miként kényszeríted a nemzetbelieket, hogy zsidó módra éljenek? Tehát miért mondja Pál azt Péternek, hogy te zsidó létedre pogány módra élsz? Világos. Érted? Na, nekem itt ez lenne a kérdés, hogy szerinted itt mi történhetett? Nézd, azt tudom, ami nem történt, az pedig az, hogy nem arról van szó, hogy azok tisztátalan tettek, Péter meg itt nem akar tisztátalan tenni, de amúgy tisztátalan tevett. Hiszen a apostolok cselekedetei 10-es fejezetből tudjuk, hogy Péter sohasem evett tisztátalant. És hogyha valaki, akkor Péter tudnia kellett Péternek, hogy tisztátalant lehet enni, ha lehet. Nem is azt mondom, hogy tisztátalan, nem itt az a kérdés, hogy mit jelent az, hogy zsidó létedre pogány módra ér. Szerinted ez mit jelent? Az, hogy zsidó... Értem, amit mondasz. Világos. Az nagyjából azt jelenthetné, mint ahogyan mi élünk. Én legalábbis. Hogy tisztában vagyok, amivel tisztában vagyok, úgyhogy úgy értem, hogy mi az, amit a Tóra megkíván az embertől. És a legjobb tudásom szerint igyekszem azt megtartani. De nem úgy, ahogy a farizeusok. Ez a különbség. Ugyanis a zsidó, amiről beszél itt, az judaios, szóval a zsidó vallásnak a képviselője. Szóval nem úgy él, mint az akkori zsidók, ez a körülmetélkedett, a képmutatók, akikre mondta Jahusa, hogy képmutatók. Szóval elhagyta azt az utat, átért arra az útra, amit Jahusa megmutatott neki, hogy hogyan kell ezt járni valójában. De ennek ellenére visszament oda hozzájuk, amikor ők ott voltak, mert félt az ő véleményüktől. Érthető? Szóval nem követi azt a vallásos megközelítést, amit ezek a zsidók akkor. Szóval miért kényszeríted a pogányokat, hogy kövessék, ha egyszer te amúgy nem követed, csak most képmutatóskodsz, hogy ezek itt vannak? Én így értelmezem. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető.
Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. Értem, mert itt a szövegkörnyezetben nekem azért érdekes, mert hát itt ugye van kétféle evangélium, most tudom, furán hangzik, hogy mikor látták ez a hetes versben, hogy mikor látták, hogy rám van bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint Péter a körülmetélése. Ugye, tehát itt valami két dolog létezik. Hát ugye az egyik megy a zsidóság fele, ha itt tetszik, szabad így fogalmaz, másik meg megy a nemzetek fele. És nekem azért érdekes, mert itt azt mondja Pál, hogy a Krisztusban keresvén ugye a megigazulás mi magunk is bűnösnek találtatunk, avagy Krisztus a bűnnek a szolgálja, ez a 17-es vers, távol legyen, mert ha amiket elrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagamat teszem bűnössé. Tehát ugye tudod jól, hogy Pál lerontotta azt a farizeus vallását, ugye, amikor kárnak és szemétnek ítélte, tudod, és ő már nem akart ezt visszacsinálni. Mert akkor saját magát tartaná a törvényszegőnek, hogy végig csak megszegtem. Utána azt mondja a 19-esben, hogy mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, érted? Hogy Istennek éljek. Ugye a messiással együtt meg vagyok feszítve, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a messiás. Ugye amely életet pedig most testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem. Na, működjön. Igen, és önmagát adta értem. Nem törlöm el az Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van az igazság, akkor Krisztus ok nélkül halt meg. Hát itt ez ugyanaz, hogy meghaltam a törvénynek. És ezt mondta Pál a hetesben és a római hétben, tudod, Roland, igen. Hogy mi meghaltunk a törvénynek. Érted? És itt most nem a júdai vallást mondja, hanem itt tényleg a nomoszt mondja, a törvényt mondja. Hogy én nem értem, hogy akkor miért mondja Pál, hogy ő meghalt a törvénynek, akkor szerinted ez mit jelent? Az, hogy meghal a törvénynek, azt jelenti, hogy nem az ő saját cselekedeteiből akar igazolni. Ez az, amit jelent. De ezt le is írja ugyanígy a Galatákhoz, amit most felolvastál, lényegében erről beszél. Hogy mert, hogy valaki másnak éljek, igen. Istennek. Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, ha pedig Krisztusban 17-es keresvén a megigazulást, mi magunk bűnösnek találhatunk, avagy Krisztus a bűnszolgálja. Szóval én is benne keresem a megigazulást. Amikor én azt mondom, hogy a tiszta tisztátalan ugyanúgy érvényes, mint ahogy volt, vagy a sabat, vagy az ünnepek, vagy akár csak az, hogy hogyan jelennek meg a világban, mint öltözékileg, akkor én nem azt mondom, hogy ha én ezt azért csinálom, mert akkor ettől én majd meg fogok igazulni, hisz tudjuk, hogy a megigazulás az egyrészt még nem is történt meg, hanem majd ugye az ítéletkor fog megtörténni, de akkor is Jahusa lesz az, akire én tekinthetek, hogy én hittem benne, igyekeztem cselekedni, amit kellett, és ezért hát ő által megigazulunk. De elmondja egyértelműen a 16-os versben, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jahusa Masiachban, vagy Jézus Krisztusban való hit által. És én ugyanezt tanítom az embereknek. De ez nem jogosít fel arra engem, vagy téged, vagy bárkit, hogy éljünk akárhogy. Ez arra kellene, hogy sarkaljon minket ellenkezőleg, hogy cselekedjük azt, ami helyes. És hogyha megfigyeled a római levelet, ha már arról volt szó, a hármas fejezetben azt mondja, hogy a végén a törvény tehát hiába valóvá tesszük-e a hit által, távol legyen, sőt inkább a törvényt megtartjuk, vagy megerősítjük. Megerősítjük, az nem ugyanaz. De nem tudod megerősíteni anélkül, hogy megtartanád. Hisz, hogyha én azt mondom, hogy igen, én megerősítem a törvényt, és nem tartom meg, akkor én meggyengítem a törvényt. Szóval a kettő az... Várjál, mert a funkciójáról beszél a környezetében, ugye, hogy a bűn által, ugye, vagy a törvény által ugye a bűn ismerete adódik, igaz? Tehát ott az a szövegkörnyezet. És erről már beszéltünk a múltkor, hogy amikor eljött a hit, akkor onnantól kezdve nincs szükség ugye a pedagógusra, igaz? Emlékszel erre? Hogy onnantól nincs szükség a pedagógusra, hogy eljött a hit. Mit értesz az alatt, hogy nincs szükség a pedagógusra? Ha én az új teremtésben vagyok, mert a törvénynek az volt a lényege, hogy kimutatta az ádámi természetem számára, amelyik ugye büszke, beképzelt, és azt hiszi, hogy ő aztán mindent tud. A törvény az bemutatta, hogy bocsikám Ádám, te gáz vagy, és méltó vagy az ítéletre, mert nem vagy jó. Hát a törvény arra volt jó, hogy bebizonyítsa nekem, hogy én az ítélet napon bizony rossz helyre megyek.
Hát az egómat bombázza le a büszkeségemet. De miért mész rossz helyre az ítélet napon? Azért, mert ha csak egyet is megrontok, akkor az egészet megrontok. De például melyik az az egy, amit megrontasz? Mi az a tisztátalan például az egy? Ha mondjuk, ne, ha valakit mondjuk nem kövezek meg szombaton, akkor megrontottam a szombatot. Na ez nincs leírva, hogy valakit meg kell kövezned a szombaton. És ha nem, hát a halálnak halálával halljon. Tehát... Nem. Az ítélet végrehajtást te nem tudsz abban részt venni. Ezt egyértelműsít. Ez az egyik dolog, ami megváltozott egyébként a papsággal, mint ahogy említettem. Az áldozati rendszer, illetve a büntetés végrehajtás. Ugyanis ezt hivatott alátámasztani a házasságtörő nő esete János 8-os fejezetben, mikor azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki büntelen. Aki nem bűnös. Így van. Szóval ahhoz, hogy te ítéletet hajtsál végre itt a világban, ahhoz szükség van arra a különválasztottságra, amit a sátor, illetve az, hogy te egy pap vagy, aki fel van kenve és szolgál a templomban, biztosít számodra. Úgyhogy nem lehet csak úgy, ott se úgy volt, hogy mentek az utcán, és akkor valaki szidalmazta az atya nevét, és akkor ott megkövezték. Volt egy eljárás, és az ítéletet utána kimondta azok az emberek, akik részt vettek abban. Szóval ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy te nem szeged meg a törvényt azzal, hogy valakit kövezel, vagy jó, nem kövezel. Jó, értem. Csak kíváncsi vagyok, de nézd, engem csak az érdekel, hogy ha nem a tiszta tisztátalan, ami ugye a Tóra, akkor mi az, amit megszegtünk előtte, ami miatt mi büntetést érdemelünk úgy, hogy utána már nem kell foglalkozni a törvény megtartásával. Hogy lehet az, hogy előtte elítél minket, bűnösnek talál valami törvény alapján, aztán megtérek, és utána már nem kell foglalkoznom ugyanazzal mert, a törvény. Mert váltottunk egy szövetséget. Tehát itt én innen közelítem meg, hogy ha te bemész a törvény hatája alá, oké? Tehát ha te itt vagy Magyarországon, akkor most rád érvényes ugye a törvény. De ha átmész Angliába, tehát királyságot váltasz, akkor rád, és állampolgárságot is cserélsz, akkor te egy másik országnak vagy a szövetségében benne, érted? És én erről beszélek, hogy a törvény elítél minket, és meghalunk, és a halál által mi kikerültünk a törvénynek a hatája alól, ami nem azt jelenti, hogy én akkor törvényszegő leszek, hanem azt, hogy a most fogalmazzunk így, hogy a sínai királyságból átkerülök a messiási királyságba, és van egy másik törvény, ugye, amit már múltkor is pedzegettünk, hogy én nem vagyok törvény nélkül, hanem a messiás törvényében vagyok, és amit itt behoznék, ez az új teremtés, hogy ugye akik hisznek, ezek a jelek követik, igaz? Még egy pillanatra, mielőtt neki megyünk annak, még egy pillanatra, hogy kérdezzek már egy dolgot. Az pedig a következő. Azt mondtad, hogy történt egy kiterjesztés az új szövetségben, ami azt sejteti, hogy... Azt onnan indítottad, hogy az Izrael-lel csinálta az új szövetséget, világos. És én azt kiterjesztettem a pogányokra, ugye már nem én, hanem az Isten, csak a... És akkor az hogy látod azt, hogy a sínai szövetségben csak Izrael tartozott bele, tehát a messiás eljöveteléig nem üdvözülhet senki, csak Izrael, és nem érthető? Szóval kötött egy szövetség... Nem, én azt nem tudom, hogy a pogányokkal milyen szövetséget kötött, én azt tudom, hogy ha te, ugye hogy működnek az átkok, ugye nem tudom, foglalkozol-e szabadító szolgálattal. Most... Az átok, na, de nem, mert ezzel tudom magyarázni, figyelj, az átok úgy működik, ugye hogyha én azt mondom, Roland, most neved magadra, és csak egy példa, hogy mit tudom én, ugye Derek Prince szokta ezt mondani, hogy volt egy ilyen, hogy mit tudom én, láttalak egy álomban, hogy neki mentél autóval a fának, tudod? És akkor, ha az ember ezt proféciaként értelmezi, akkor, és bemegy az átok alá, akkor ez meg tud vele történni. És hogyha te bemész a törvény átka alá, akkor az meg tud vele történni. De hogyha te nem írod alá azt a szerződést, mert nem voltál ott a sínai hegyen, oké? És az út, és te nem vagy mondjuk az utódja annak, aki ott volt a sínai hegyen, ezért rád ugye az 5 Mózes 28 nem vonatkozik, mert nem írtad alá azt a szerződést, nem mentél be az de akkor, téged mi alapján ítél meg? Szóval mi alapján ítéli meg azokat a pogányokat, akik meghaltak Jahusa HaMashiach születése előtt? Mondjuk meghal valaki időszámításunk előtt 1000-ben
a jelenlegi Magyarország területén? Mi történik vele? Ez egy tök jó kérdés. Menjünk oda a Róma 5-höz, mert ott pont ezt a kérdést teszi föl Pál. De egyébként csak annyit hozzátennék ehhez, hogy kiterjesztette, hogyha ez vége hossza nincs azoknak a szakaszoknak a Tórában, amelyek egyértelműsítik, hogy a Tóra minden emberre vonatkozik a világon. Egyaránt. Azt mondja, hogy a benszülöttnek Izrael fiai között és a jövevénynek, aki közöttük tartózkodik, egy törvényetek legyen, Tora. Hol? Így van, ámen, amikor te bemigrálsz Izraelbe. De ha nem migrálsz be Izraelbe, akkor mi van veled? Ez a kérdés. Nem tudom, olvassuk fel a római levél 5:12-13-at. Figyelj, annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek, ugye itt most tesz egy zárójelet, ugye, mert a törvényig volt bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincs törvény, igaz? És most a zárójel bezárva, úgy de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig is azokon, akik nem az Ádám esetének vagy bukásának hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama a következendőknek kiábrázolása vala. Tehát itt az van, hogy a törvényig már volt bűn, igaz? De a bűn nem számítatok be, ha nincs törvény. Na akkor mi lesz ezekkel az emberekkel? Az a kérdés. A végső ítéletnél mi lesz? Azt akarod mondani, hogy volt egy emberevő törzs valahol Pápua Új-Guineán, és azokat nekik majd azt fogja mondani, hogy ti nem ismertétek a Tórát, ezért spondját rá, ott lesztek velem az örök királyságban? Nem, nekik beszél a lelkiismeret törvényéről a Róma 2-ben. De mi a lelkiismeret törvénye? Az, amikor olyasmit csinálsz, amiről a lelkiismereted szó, hogy ne csináld. És azt honnan tudja a lelk, mi az, amiről tudom, hogy az úgy van? Szóval mi az, ami benne van abban a törvényben? Szerinted például. Voltál gyerek? Hát, amikor a gyerekként volt olyan, hogy tudtad, hogy valami nem helyes, de csak azért is csíntelésként megcsináltad, igaz? És először szólt valami belül, hogy lehet, hogy nem kéne. Igaz? Gyerekként volt-e valaha is olyan lelkiismereti törvényed, hogy most szombat van, ne dolgozzá. Még felnőtt mert olyan, mert olyan lelkiismereti törvényed biztos volt, hogy talán azt a csokit nem kéne lenyúlni, anyu tudta nélkül. De pont ez demonstrálja azt, amit én próbálok az embereknek tanítani most, amit mondasz. Hogy nem lehet a Tóra ismerete nélkül járni az utat helyesen, hisz vannak dolgok, amiket nem lehet kikövetkeztetni, hanem meg kell tanulni. Ezért mondja az Saul, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Elohim vagy Isten igéje által. Tehát muszáj törekedned arra, hogy megismerd az ő akaratát, ami le van írva, mert nem tudsz mindent csak lelkiismeretből végrehajtani. Értem, csak én szövetségben gondolkodok. De így vagy úgy, mindegy, mert minden szövetségnek van egy rendje, szóval rád is vonatkozik most, meg a keresztényekre is vonatkozik most egyfajta rend, ami majd a királyságban uralkodni fog. Szóval az, hogy te azt választod, hogy nem tanulod azt meg, az a te felelősséged, meg a keresztényeké, de azt nem gondolod. Azért nem, mert én nem kötöttem meg a sínai szövetséget. De nem kell megkötnöd a szövetséget, ez olyan, mint az, hogy bejössz ide hozzám, erre a telekre, ami az én telkem, ami az Isten telke a világ. Ezért mondja azt, hogy a föld az én lábaimnak zsámolya. Sőt, aztán azt hiszem Zsoltárokban említi azt is, hogy enyém a föld és annak teljessége. Tehát a földre vonatkoznak, mint élettérre bizonyos szabályok, ami az ő tórája, hisz ő nem változik meg soha, és a Tóra örökre megiratott a mennyekben, Zsoltárok 119-es fejezetben végtelen vers utal erre, 142, 152, 162. Szóval a lényeg az, hogy az ő tórája az örök, ami ennek a földnek, a világnak, ahol élsz, a rendje. Azzal, hogy te bejössz az én telkemre, rád automatikusan vonatkoznak ezek a törvények, függetlenül attól, hogy te azt gondolod, vagy szeretnéd, hogy igen, vagy nem. Teljesen mindegy. Az, hogy itt élsz a földön, mint ember, rád vonatkoznak a törvények. Te nem választhatsz, hogy te most akarod, vagy nem, vagy vonatkozzon rád. Értesz? Dönthetsz úgy, hogy nem követed, saját felelősségedre, de úgy nem élhetsz, hogy én ezt nem választottam, szóval ezért engem ítélj meg másképp. Igen, csak még mindig a régi telefontársaságról beszélgetünk, nem beszélgetünk az újról.
mi nem beszélgetünk mondjuk akkor, jó, akkor visszadobom neked a lasztit, hogy ott vannak a messiási törvények. Kezdjünk el erről is beszélgetni, jó? Hogy ugye már kicsit pedzegettem, mert az új teremtésnek ez a lényege. Ugye, hogy ugye, akik hisznek, ezek a jelek követik, igaz? Tehát az első, hogy az én nevemben démonokat űznek. Ámen? Második, ez már hogy, 16, melyikről beszélsz? Igen, már 16, ugye a 15-től ugye hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, ugye aki hisz és bemerítkezik. Ugye ott is már azt mondja, hogy az egész világra menjetek el. Tehát de menjünk oda, tehát Márk. Igen, Márk 16-17. Hát de menjünk a környezetbe akkor, igen. Ugye egy főtámadott Jézus, és akkor nem hittek neki, és mondanékik, elmenvéne széles világra, tehát ugye nem csak a zsidókhoz, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hisz és bemerítkezik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azok pedig, akik hisznek, itt amúgy aurisztos van, tehát akik hitre jutottak, tehát azok, akik hittek, ilyen jelek követik. Az én nevemben démonokat űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat, és itt nem vesznek fel ez rossz, mert itt az airó szó szerepel, ami azt jelenti, hogy kígyókat távolítanak el, és ha valami hasznosat isznak, meg nem árt halálosat isznak, meg nem árt nékik, betegekre, vagyis gyengékedőkre teszik a kezüket, és meggyógyulnak, szó szerint jó dolog, vagy áldás történik velük. Tehát beszéljünk, ez az új teremtésnek a lényege, beszéljünk most kicsit erről az új szövetségről, hogy itt is vannak, ugye, és én azt szoktam mondani, hogy nem mi tartjuk be a törvényt, hanem a bennünk levő messiás, ugye manifestálja saját magát, tehát megvalósítja magát. Ugye ezeket az igéket ismert, hogy ugye a messiás bennünk a dicsőség reménysége. Én ezt elfogadom, ugye, amit mondasz, amiről igen, beszélsz. Igen. Tehát, hogy terjesszük ki ezt az egészet, hogy itt van, hogy Jézus azt mondta, hogy azokat, amiket teszek, én is teszek, sőt, annál nagyobbakat is tesztek, ugye, akik hisznek, ugye, mert én ugye az édesapához, abbához megyek, igaz? Tehát, hogy akkor itt vannak ezek a messiási törvények, hogy Ezek nem törvények, ezek azt mondja, hogy ezek jelek, amik követik az ember. Igen, de például törvényben ott van az, hogy ugye, mindjárt mondom, ugye, hogy leprásokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, betegeket gyógyítsatok, ördögöket tűzetek. Hát azért nem tudom, nézd, én nem vonom kétségbe azt, hogy te végrehajtod ezeket a dolgokat, de hogy csak random halottakat feltámasszak, meg a beteg... Na ide van a Szent Szellem vezetése már. Értem, csak azt akarom mondani, hogy elég furcsa, nem azt mondom, hogy nincs ilyen, mert én még nem találkoztam vele, és maga az elgondolás is elég abszurd, hogy akkor én azt akarod mondani, hogy csak bemehetnék egy kórházba, és végmennék egy, és nem, tudom, hogy ironikusnak hangzik, szóval elnézést. Értem, szóval bemegyek egy kórházba, végsétálok egy folyosón, véghúzom a kezem, és mindenki föláll, és kijön, vagy bemegyek ez tök egy... Ez tök jó lenne, de bemegyek nem egy hullaházba, és figyelj. Akkor csak azt mondom, hogy kelj fel, és jár, és mindenki kimászik, tudom, hogy ne haragudj, de hogy képzeled ennek a gyakorlását el, az érdekel. Na, ugye a Róma 8-a mondja Pál, hogy akiket a Szent Szellem vezérel, azok Isten fiai, igaz? Ezt érted? Tehát igen. Neked itt van egy direkt beköttetésed a Szent Szellemtől. Mondok egy tök egyszerű példát. Szerinted a Fülöp, ugye amikor emlékszel a Fülöp, vagy Filipnek is nevezhetjük, ugye Samáriában, ugye ott hirdeti ugye a messiást, igaz? Igen. Ugye ennek az volt a mellék gyümölcse, hogy a démonok röpködtek kifelé az emberekből. Emlékszel erre? És szanyas fejezet, az apostolok 8. Apostol 8, uh-huh. Igen. Majd nézd meg, tehát hogy egyedül őt nevezi a Biblia ugye evangelistának, meg még ugye Pál levelében van Timóteus, még ő is, hogy végez az evangelista munkát, de az Apostolokban ugye, ami az akciókönyv, igaz? Az új szövetség akciókönyve az apostolok cselekedetei. De ez csúnya szó, hogy apostolok, mert az eredeti görög szó az csak a praxis, tehát hogy a magyarul gyakorlat, így is lehetne fogalmazni. Tehát a gyakorlati könyv. Hogy az első messiás követők hogyan gyakorolták a hitüket, ezt így kéne ezt a címet mondani. Tehát nem feltétlenül kell apostolnak legyél, hogy csodát tegyél, hanem... Értem én. Ugye Fülöp egy egyszerű diakónusként indult, aki az öreg asszonyoknak adott ételt az asztaloknak. És akkor volt az üldöztetés, kikerült Samáriába, és hirtelen evangelista lett, ugye, ami csak annyit jelent, hogy örömhírmondó, igaz? És ugye, ha elolvassuk, azt a részt ott az van, hogy hirdeti a messiást, meg az Isten királyságára vonatkozó dolgokat, és
ugye ott megtörténtek azok, hogy Fülöp kiűzte a démonokat, igaz, és aztán ugye ott be is merítkeztek, férfiak, asszonyok, mindenkik, ugye? És akkor, amikor lejöttek a jeruzsálemi apostolok, igen. Ugye, és akkor vettek Szent Szellemet, ugye tudod ezt a sztorit, meg ott volt a mágus, de most ezt hagyjuk ki, mert nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy itt a Fülöp elvégezte a funkcióját, és a Szent Szellem szól neki, most pedig menjél ki a pusztába egy járatlan útra, emlékszel? Hát kapott egy direkt vezetést kapott az úrtól, tehát ő nem ment oda minden politikushoz megtéríteni. De a Szent Szellem mondta, hogy most menj oda az etióp pénzügyminiszterhez, igaz? Tehát nem tudta, hogy oda fog menni, csak azt tudta, hogy jött a szekér, éppen olvasta az Ézsaiás könyvét, és volt egy ilyen szuper jó isteni időzítés, ugye épp az Ézsaiást olvasta, nem ismerte a sztorét, és akkor a Fülöp elmagyarázta, és akkor ugye elfogadta a messiást, bemerítkezett, és a Fülöp meg pedig elragadtatott. Tehát itt azt kell látni, hogy nem így van, hogy bemész a kórházba, és akkor mint egy robot, mindenkit meggyógyítasz, hanem neked van egy direkt összeköttetésed a Szent Szellemmel. Ruhán karossa, hogyha így fogalma. Érted a logikáját az új persze. Teremtésnek? De jó, értem. De azt hiszem, a múltkor is eljutottunk idáig. Én úgy gondolom, hogy Saul írja a rómaiakhoz 12-es fejezetben, mikor a kegyelem és az ajándékokat felsorolja, akkor láthatjuk azt, hogy mind a szolgálat, a tanító, az írás magyarázó, illetve számos egyéb, illetve ha jól emlékszem, akkor a korintusiakhoz írt levélben szintén a 12-es fejezetben megmutatja, hogy kinek mi az ajándéka. A csodatevő erő, a profétálás, a nyelvek magyarázata, a gyógyítás, ezek mind ajándékok, és azt mondja, hogy mindezeket egy és ugyanaz a ruach, vagy lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön. Amen. Ahogyan akarja. Szóval ez azt, igen, ez azt jelenti, hogy nem mindenkinek van meg minden ajándék, hisz nincs értelme, hogy mindenkinek meglegyen minden ajándék, mert az azt jelenti, hogy mindenki proféta lenne, meg tanító, és akkor nincs értelme, hogy legyen tanító, ha mindenki tanító. Szóval ez egy nagy, igen, világos. Ez azt jelenti, értem, hogy Márk 16-os fejezetben, mikor beszél ezekről a dolgokról, ezek ajándékok, ez nem azt jelenti, hogy kötelező. A démonüzés nincs benne a kegyelmi ajándékokban. Világos, de a gyógyítás... És én el akarok mondani neked, mindjárt elmondhatod. Szóval a démonűzés lehet, hogy nincs benne, de mindjárt megnézzük, de a gyógyítás benne van. Ez az egyik. A másik az, hogy jó, akkor én nem akarok kérdőre vonni, hogy mennyi mérges kígyót emeltél már föl, vagy mennyi halálosat ittál már, de hogyha azt mondjuk, hogy ez mind jelek, amik kísérnek, akkor azt akarod nekem mondani, hogy csak fogom és megiszom a fagyállót, és utána nekem semmi bajom nem lesz, mert erre látunk példát, hogy jelenik fogom, meg. Fogom, de ez az, amikor te kísérted az Istent. Itt nagyszerű. Szóval azt akarom mondani, hogy nem tudjuk, hogy én hányszor ittam már meg mérget. Itt vagyok, még mindig élek, szóval lehet, hogy meg... Világos? De az a kígyós dolog, az apostolok 28-ban látunk arra egy példát. Kimászik a kígyó, megmarja Sault, és nem hal meg, és mindenki csodálkozik. Szóval... Üztél már ki kundalinit egy emberből? Nem üztem kundalinit ki. Én már üztem. Igen, de én nem is éreztem úgy, hogy én nekem ezzel foglalkoznom kell. Lehet, hogy rosszul... De én azt akarom mondani, hogy mindenkinek megvan a feladata. Várjál, akkor most a te logikád rá fogom vetíteni. Jó. Te azt mondtad, hogy a mózesi törvényt ugye tartsuk meg, és nem lehet azt mondani, hogy én nem akarom megtartani. Most vetítsük ezt ki ugyanúgy rád, hogy ugye Jézus azt mondta, hogy tegyünk tanítvánnyá minden népeket, bemerítvén ugye pont-pont-pont vesző és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én, tehát most kifejezetten saját magáról beszél, persze, parancsoltam nektek, ugye, és a maradék 11 van ott. Na, tehát most akkor ugyanezt vegyük. Hogy ja. Itt van egy, már múltkor említettem a videóban, hogy egy új szövetségi tóra, ugye tanítás, nevezhetjük törvénycsomagnak teljesen. De ez nem törvény, amiről te beszélsz. De most mondta, hogy parancsoltam nektek. Mit? Parancsolt. Hát miket? Például, amiket az előbb mondtam, hogy leprásokat tisztítsatok, stb. Tehát nézd meg az összes, ez neked házi feladat, hogy nézd meg az összes jézusi parancsolatot,
amiket nem farizeusoknak parancsolt, meg nem ilyen bámbészkodóknak, hanem kifejezetten a 12-nek parancsolt, illetve amikor már kiküldi a 70-et is, tudod, van egy másik rész. Hát ezeket a tanítványozási parancsolatokat is nézd meg, mert hogyha te ugye a messiást követed, akkor rád is vonatkozik az, hogy tanítványát tedd a népeket, hogy megtartsák ők is, és most nem csak a zsidókat, hanem a népeket, ugye a goimokat. Hát, ami mindig is így volt mellesleg, szóval igen, nem változott semmi. De hogy tanítványát tedd a népeket, ami azt jelenti, hogy megtartsák, amit Jézus parancsolt, ugye a tanítványainak, érted? Tehát ugye ne felejtsd, hogy háromféle csapat volt Jézusnál, ugye voltak a bámészkodók, voltak ugye a farizeusok, vagy ilyen vallásosok, oké, akik mindig belekötöttek, igaz? És voltak azok, akik viszont tényleg gyermeki szívvel mentek és követték őt, oké? Férfiak és nők. Tehát most kifejezetten a harmadik csoportról beszélünk, akik gyermeki szívvel követik Jézust. És hogy az ő nekik adott parancsokat, te tanulmányozzad az új szövetségben, hogy aztán ez berakd a tanításodba, hogy te is tanítványát tedd az embereket, hogy ők is kövessék a messiás parancsolatot. De hát, érted? De hát én ezt csinálom, ráadásul már nem is olyan... De például hogyan gyakorlatoztatod az embereket a démonüzésre? Nézd, amiről beszélsz, ez a korintusiakhoz írt levél 12-es fejezet, római 12, Efézus 4. A ruach ajándékai, az amiről most szó van. A gyógyítás, a ruach ajándék. De mert most a törvényből ajándékot csinálsz. Mert a nem. A leprásnak a meggyógyítás az szóban benne van, hogy gyógyítás. De Jézus, neked is hatalmat ami adott. Egy ajándék. Nézd, ha találkozok leprással, lehet, hogy megpróbálhatom, csak még nem találkoztam. De ami fontos az, hogy mindezek a jelek, amikről beszélsz, ezeket nem tudom kierőltetni magamból. Szóval elmondom nem, neked, hogy mindjárt. Az a baj, mert olyan hibás a gondolkodásod. Nézd, mind a lehet, hogy azt gondolod, hogy hibás, de hagyd mondjam el, amit szeretnék. Mekkora hit kell ahhoz, hogy a hegyet elmozdítsd? Nézd, te el tudod mozdítani a hegyet? Amikor démont űzök, akkor nem nagy hitre van szükség. De és az a lényeg, hogy te sem tudod elmozdítani a hegyet. Senki nem tudja elmozdítani. Nincs de olyan ember a világon. De nem az a lényeg, hogy nincs olyan ember a világon, aki azt mondja egy hegynek, hogy menj arrébb, és az a hegy arrébb megy. Eznek semmi köze nincs az én hitemhez. Az egy lehetetlen dolog. Senki... Mi a szövegkörnyezet? Nem tudta kiűzni egy démont, és ekkor mondta. Világos. Figyelj, itt van még egy dolog, amit mondott. Szóval lezárván ezt a Márkos dolgot, azok jelek. Az, hogy te mérget iszol, azt nem tudod demonstrálni, hogy én megihatom a mérget, mert az azt jelenteni, hogy te kísérted Elohimet. Ugyanez van a kígyóval is. Szóval ha azt mondom, hogy nézd meg, fel tudom venni a mérges kígyót, az kísértés. De nézd meg, az Zabdielbe követték a jelek, őket. Üztek démonokat, támasztották halottakat, fölkeltek a sántát. De nézd, te se támasztottál föl halottat még, szóval te, akkor ezek szerint téged se követ. De én már támasztottam föl halottat. Tényleg, halottad. Ezt már beszéltük a múltkor. Jó, mindjárt visszatérünk erre. Azt akarom gondolni, hogy te már feltámasztottál halottat. Volt egy ember, aki meghalt, fizikálisan meghalt, vége, leállt a szíve, az agya, és te visszahozod onnan. Itt a kaszásdülői hívmegállónál, igen. Jó. Szóval a Máté 23-as fejezet. Azt mondja, az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Ez a második vers. Máté 23:2. Ezt nézed most? Mert nem muszáj, csak mondom. Mózes... Miért jössz ide most? Nem értem, miért tereled el a témát? Azért, mert a 28-as fejezetet idézted, Máté 28-as fejezetet, ahol azt mondja, hogy mindent, amit én mondtam nektek. Amit Jézus. Pontos, igen, így van. Azt mondja, hogy az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Kinek a székében? Figyelj, azt mondja, annak okáért, amit parancsolnak nektek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek. Mindazt, amit a Mózes székében ülő írástudók és farizeusok mondanak, parancsolnak nektek, azt megtartsátok. Kihagytál egy szót. Melyiket? Az annak okáért. Annak okáért, amit parancsolnak nektek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek. Igen, miért? Mert ők beültek a Mózes székébe. Magukat Mózesnek játsszák. De folytasd, mert ők de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik. Ami azt jelenti, hogy azt kellene csinálnunk, amit az írástudók meg a farizeusok tanítanak Mózes székéből. Ez az, amit mond. Szóval, de akkor menjünk lejjebb. De egyelőre csak egy pillanat rájön már meg itt. Szóval egyetértesz velem abban,
hogy ennek a három versnek, vagy kettő ez, kettő versnek a jelentése az, hogy az írástudók és a farizeusok Mózes törvényét tanítják, azt parancsolják, és azt nekünk meg kell tartani, sőt, meg kell cselekedni. Kikhez beszél? A sokasságnak és az ő tanítványainak. Igen. Szóval? Amiket ők tanítanak, cselekedjük meg. Így van. Amit a farizeusok meg az írás tudok. Igen, de azért, én azért teszem meg, mert én zsidónak zsidó leszek. De nem teszed meg, mert ugye te azt tanítod az embereknek, hogy nem de kell. De hogyha te megkéred, hogy tartson meg a szombatot, mert ott vagyok nálad, én nálad meg fogom tartani a szombatot. De az nincs ideírva, hogy te kiválaszthatod, hogy mikor tartod meg, meg mikor nem tartod meg. Most arról beszéltünk, hogy Máté 28-as fejezetben, a 20-asban azt mondja, hogy tanítván őket, ezek a minden népeket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ha visszamegyünk a 23-asra, azt parancsolja, hogy minden, amit az írás tudunk, jó, és a farizeusok. Jó, a kedvedért meg fogom tartani a szombatot. Ne, nézd, az én kedvemért ne tartsd meg, hanem inkább tartsd. Jó, oké, okay, az... okay, rendben, akkor a te kedvedért nem tartom meg. De, azt teszem, amit mondasz. Azt akarom megkérdezni, hogy tudod ezt alternatívaként, vagy valahogy bárhogy másként értelmezni, mint ahogy én mondtam most? Hogy ez azt jelenti, hogy amit az írás tudok, meg a farizeusok parancsolnak, azt meg kell tartanunk és meg kell cselekednünk? Ez ezt jelenti? Jól értem én? Hát, hogyha te magadat írás tudónak akarod beállítani, akkor mondjuk pont a rossz oldalon állsz, mert itt azt mondja, hogy jaj, nektek képmutató írás tudok, mert a mennyeknek országát nem, bezárják. Nem erről van szó, nem menjünk. Mivel, hogy ti nem mentek be, akik be akarnának, se annak, adokat se bocsátjátok be. Annak nincs ehhez semmi köze. Azt mondja. De, hát hiszen te is azt csinálod. Figyelj, miről ismered meg a mennyek királyságát? Nem, várj. Ne állítsd meg. Már most ott tartunk, hogy én vagyok az írás tudó, meg a farizeus. Ez a vers... Azt akarom elmondani, nem bántani akarlak. De ez a, nézd, ez a vers nem arról beszél, hogy a modern kori írás tudók és a farizeusok, mint Roland. Ez a vers azt mondja, nekik ott, hogy ezek az írás tudók és farizeusok Mózes székében ülnek, annak okáért, amit parancsolnak nektek ezek az írástudók és farizeusok, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek. Ámen. Akkor miért nekik nem cselekszik? De ez mindenki, de azt mond, a 28-asban meg azt mondja, hogy mindazt, amit parancsoltam nektek. Miközben ez is egy parancsolat, egy direkt utasítás. Szóval hogy lehet, hogy ezt neked nem kell figyelembe menni? Hogyha én bemegyek egy zsinagógába, és ott tanítanak ilyen dolgokat, persze meg fogom tartani. De ha mondasz ilyen írástudókat és farizeusokat, mutassál. De nem kell, mert az akkori írástudókról meg farizeusokat. Mert ez is a parancs része, egy ottát veszőt ne vegyék ki. De az nincs benne, amit te mondasz, azt nem kell kivenni, hogy a mostani modern kori. Itt arról van szó, hogy a Mózes székéről van szó, a Mózes törvényeinek a tanításáról. Szóval jelen időben mondja, nem múlt időben. Igen, jelen időben neki. Majd utána nekem parancsolnak jelen időben ilyen dolgokat, meg fogom tartani. Azt most arról van, jól értem, hogy azt mondod, hogy annak okáért, amit parancsolnak nektek, ott ezt mondjam, ez már nem vonatkozik ránk, mert ez csak rájuk vonatkozott. Most, ha nekem idejön egy írástudó és parancsol nekem valamit, akkor meg fogom tenni. Rendben, menjünk tovább. Mi az, amit szerettél volna? Mert félbeszakítottak. Azt szerettem volna, igen, elmondani, hogy itt pont az van, hogy figyelj, tehát itt mondja, hogy jaj, nektek képmutató írástok és farizeusok, mert megkerültek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek, és ha azzal lett a Gehenna fiaivá, teszitek őt két, vagy fiává teszitek őt kétszerte inkább magatoknál. Tehát itt ugye elég rossz színbe tünteti őket föl, most nem rólad beszélek, csak az, hogy lásd meg a környezetét, hogy mi van. Hogy, ugye Jézus ugye állandóan vádolták, hogy ő lázad a törvény ellen, és hogy ő lázításra viszi az embereket. Igaz? Mindig ezzel vádolták. De ez igaz volt? Itt mondta, ezért mondta, hogy nem volt igaz, mert nem lázította az embereknek, azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, Istennek, ami az Istené. Igaz? Magyarul nem a törvény ellen lázított. Na, de most megint visszatértünk az első szövetségre. Beszéljünk már a második szövetségre, mert erről beállapodtunk meg. Rolandról ja, beszélünk, tényleg. Az új teremtés. Most ide elkarondoztam. Igen, na, hát az új teremtésnek a része az, hogy benned a messiási vagy krisztusi természet ott van. Tehát benned
az élő vizek folyamai ömlenek. Hogyha téged vezet a Szent Szellem, akkor azokat a cselekedeteket, amiket Jézus tett, azokat te is teszed. De mik azok? Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuaoutja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.